Szeretném, hogy az eszközöm mindenhol elérhető legyen, és a látássérültek bárhol olvashassanak. Idén is ismert művészek, sportolók és tudósok népszerűsítik a Nemzeti Tehetségprogramot. Az immár 16 éves Nemzeti Tehetségprogram sajtótájékoztatón mutatta be az idei kampány nagyköveteit és a program korábbi ösztöndíjas fiataljait. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a rendezvényen elmondta, a program célja, hogy megtalálja a tehetséges fiatalokat, és programokkal, ösztöndíjakkal adjon nekik segítséget, hogy magasabb szintre emelhessék tehetségüket, és hogy a nemzetközi szintéren is a legjobbakká válhassanak. Büszkék vagyunk arra, hogy Nobel-díjasaink mellett egyre több tehetséges magyar fiatal kerül a nemzetközi élvonalba. Ahhoz, hogy számuk tovább növekedjen, elengedhetetlen a támogató környezet. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a tehetségek kibontakoztatásában fontos a támogató mentorok és közösségek munkája is. Az idei program nagykövetei Bagosi Norbert, jelenleg az egyik legfelkapottabb magyar zenekar, a Bagosi Brothers Company énekese, és Tatár Attila, a zenekar gitárosa. Kicsi a magyar nemzet relatív világviszonylatban, de úgy gondolom, hogy minden magyar ember lelkét büszkeséggel tölti el, hogyha átgondoljuk azt, hogy a tudomány, a sport, a zene, és különböző művészetek terén hány világhírű emberrel büszkélkedhetünk. És úgy gondolom, hogy ez továbbra is így maradjon, a jövőben is így maradjon, ahhoz szükség van a Nemzeti Tehetségprogramra, szükség van a tehetséggondozásra. Illés Fanni paralimpiai úszóta a kezdetekben családja támogatta abban, hogy versenyezni tudjon, így vehetett részt 2008-ban a pekingi paralimpián. Fanni ma már jó maga is támogatja parasportoló társait. Én a magam módján, ahogy egyre sikeresebb lettem, és már aranyérmeket nyertem, vásároltam nekik versenydresszt, támogattam az edzőtáborukat, és most már mondhatom büszkén azt, ugye tavaly óta, hogy amikor én számomra is világossá vált, hogy a Nemzeti Tehetségprogram miből is áll, hogy nyugodtan ők is pályázzanak, és itt ez a lehetőség, és éljenek vele, mert egy életünk van. Kistóth Ágnes asztrofizikusnak a tanítás és a tehetségfejlesztés nem csak a munkája, hanem a szívügye is. Ez a Nemzeti Tehetségprogram talán ezt a pluszt, ezt a különbséget tudja jelenteni, hogy olyan emberekhez is támogatást adjon, akik amúgy nem kapnának más oldalról. El tudja indítani őket ezen a pályán, meg tudja mutatni, hogy merre induljanak, hogyan haladjanak, és hogyan tudnak ezen a pályán fejlődni, meg virágozni a jövőben. A program forrását a költségvetési támogatás mellett továbbra is a tehetséggondozás iránt elkötelezett adózók 1%-os felajánlásai jelentik. A programmal évente több mint 300 ezer tehetséges fiatalt tudnak támogatni. Indulása óta az adózók 19 milliárd forinttal támogatták a tehetségeket. Idén ezt a 18-23-as technikai szám megjelölésével tehetik meg.